A következő díj átadásához kérem dr. Nagy István parlamenti államtitkár urat fáradjon ki, és álljon Pálinkás József mellé. Ebből nagyjából már sokan sejthetik, hogy a Földművelési Minisztérium agrárinnovációs díjának átadása következik, amelyben ennek az év, ebben az évben Mádvány kereskedelmi és szolgáltató Kft. A nyertese, Mádbrand a világ új íze című innovációért. A díjazott termékfejlesztés 2012-ben kezdődött azzal a céllal, hogy új rendszerben egyedi, település szintű bort állítsanak elő, illetve a furmintot kiemelkedő autokton fajtaként megjelenítsék a világpiacon. Így jött létre a MÁD, a kiemelkedő minőségű száraz fehér bor, amely a helyi borvidék főfajtájából, a furmintból első osztályú alapanyag felhasználásával készül. Az üzleti modell sikerességét jól tükrözi a dinamikus növekedés. Az integrált beszállítói kör 2012-től 2016-ig 4 beszállítóról közel 100 termelős ellátó rendszerré növekedett. A Mádbrand megalkotásával új borkategória született, a település szintű bor. Alapanyaga kizárólag helyi termőterületről származik, és egyediségét tükrözve illatban és ízben egyaránt megjelennek benne a különböző területek geológiai sajátosságai. A terméskorlátozással szüretelt, egészséges, botritiszmentes bor reduktív eljárással készül, ezért kiemeli a furmint minden jellegzetességét. Ennek köszönhetően a nemzetközi és a hazai piacokon nagy sikert ért el kereskedelemben. Eddig ilyen minőségű, stílusú és árszegmensű bor ugyanis nem volt elérhető a globális borkereskedelemben. A MÁD rövid idő alatt nemzetközi versenyeken 26 aranyérmet és több külön díjat nyert, köztük 2 Decanter Platinát és 1 Decanter Regional Trophy-t. A pincészet az egyetlen olyan magyar borászat, amely 2 év alatt 3-szor elnyerte Decanter világversenyen a Magyarország legjobb bora kitüntetést. Gratulálunk! A díjat Kovács Károly tulajdonos veszi át. Először is tiszta szívből gratulálok, és köszönöm szépen, hogy a hétköznapjainkat ünnepnappá varázsolják. Hiszen mindaz a termék, amit előállítanak, azok a megélt pillanatainkból ünnepi pillanatokat képesek varázsolni. Azt lehet mondani, hogy minden nagyszerű ötlet a világ legegyszerűbb ötletéből táplálkozik. Hiszen csak egy összefogás kell, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy kiváló borokat tudunk termelni egyedileg, egyedi pincékben, viszont kis mennyiségben. És ahhoz, hogy nagy tételben, versenyképes áron ott tudjunk lenni a piacon, ehhez nagyobb mennyiségű borra van szükség. És itt a nagy ötlet, hogy egy település szintű bor kategóriát hozzunk létre, és MÁD, mint bor kategória, én azt hiszem, ez egy abszolút kiváló ötlet és kiváló termék, mutatja is minden elismerés. Azt kívánom önöknek, hogy nagyon sokszor örvendeztessenek bennünket még, és varázsolják minden napjainkat ünnepnappá ezzel a kiváló borral. Jó munkát kívánunk a jövőben is. Addig megfogom. Nagyon szépen köszönjük a díjat, ez igazán nagyon komoly elismerés. Ez úgy gondolom, hogy részben nekem, de legfőképpen annak a csapatnak szól, akik ennek a brandnek a megalkotásában részt vettek, illetve részt vesznek a mindennapokban. Mindenképp az a célunk, hogy megmutassuk, hogy Tokaj létezik, illetve hogy a magyar bor létezik, és igenis helye van a világban. Hol óriási verseny van, minden nap újra meg kell küzdeni a mindennapokért, az értékesítésért. Az, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült világszínvonalú termékkel 35 országban értékesíteni a borainkat, ez nyilván a benne lévő kistermelőktől a borászokig mindenkinek az érdeme.
de úgy gondoljuk, hogy egyetlen termék sem állhat meg a megfelelő szintű kommunikáció és megfelelő támogatottság nélkül, és mi hosszú távon ezt szeretnénk fenntartani, és hosszú távon szeretnénk ott maradni a világpiacon. Köszönöm szépen! Jó kollégákra súgom, hogy nem árt majd belenézni a dobozba, mert nagyon szép, és lefotózni nagyon szép a díj, amelyet államtitkár úr átadott. Azon kívül még egy ilyen súgás, hogy valami fajta üzlet készül a tengeren túlra, ahol magyar bor meglehetősen nehézkesen van. Tehát kérem, kérdezzenek erre rá, én már nem tehetem meg.